Ez a körforgalom nyár óta segíti a közlekedést Mátészalka külterületén a 49-es és a 471-es főút kereszteződésénél. A fejlesztés azért volt nagy mérföldkő a város életében, mert ez a település első körforgalma. Sokat nem kellett várni a másodikra, bár az eső miatt a Képes Kávéházban rendezett átadón tényleg szimbolikus volt a szalagvágás. Ez azt jelentette, hogy a Zöldfa utca és a Medgyesi út találkozásánál is elkészült az új biztonságos csomópont. 3 hónapon belül a második körforgalmat adjuk át Mátészalkán, és az sem titok, hogy egy harmadik körforgalmat is remélünk, amely majd megvalósul a közeljövőben, illetve reménykedünk a magyar kormány segítségében, hogy az M49-es is megépül, ami nyilván a mátészalkai agyonterhelt közlekedési rendszert teljes mértékben a kapacitásában segíteni. Átvezetni arra a nagy átmenő forgalmat. Az érintett kereszteződésben korábban több baleset is történt, és mert nehezen volt belátható, gyakran feltorlódott a forgalom. De nem csak a gépjárművel közlekedők, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok számára is kedvező a fejlesztés. A kerékpársávok átvezetésre kerültek a körforgalmi csomóponton, a kijelölt gyalogos átkelőhelyek pedig úgy kerültek kialakításra, hogy a vakok és gyengénlátók könnyebb átkelésének érdekében taktilis burkolat került beépítésre. Itt a körforgalmi csomópont közvetlen környezetében 3 darab betonburkolattal és utasváróval ellátott autóbuszöből épült, a régi közvilágítás elbontásra került, és új korszerű energiatakarékos közvilágítás került megépítésre. Az újabb közlekedési fejlesztések megvalósításán már nagy erőkkel dolgoznak a kormányhivatalnál is, mondta el az átadó ünnepségen Román István megyei főispán. Egy-egy ilyen nagyobb beruházás kapcsán a kormányhivatal munkatársa is részt vesznek ebben a hatósági ügyekben. Én szeretnék köszönetet mondani azoknak a munkatársaimnak, akik ezen az ügyön is dolgoztak. És ugye az M49-es, hogyha már szóba került, ott is nem kevés feladat van, és tisztelettel jelentem államtitkár úrnak, és természetesen a helyieknek is, hogy az ezzel kapcsolatos hatósági ügyekkel is a magunk részéről jól állunk, és ez nem lehet akadály annak, hogy minél hamarabb megvalósulhasson egy ilyen típusú beruházás. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a városi piachoz tervezett új körforgalom megépítéséhez szükségesek lesznek még átalakítások. Szeretek lemenni a problémáknak a gyökeréig, és megoldani azokat a fennakadó dolgokat egy-egy telefonon a kapcsolati tőkével, amitől azt gondolom, hogy a probléma megoldás jól működik. És a harmadik körforgalommal higgyék, hogy én már látom, hogy a piacnak a főbejáratot arrébb kell tenni legalább 35 méterre, mert nem lesz a feltornyuló forgalomnak egy plusz sáv, és ahhoz, hogy betegyük tenni a kanyarító sávot, vagy a lekanyarodó sávot, ahhoz meg kell hosszabbítani. Nagy Bálint beruházási államtitkár elmondta, a mátészalkai térség a továbbiakban is számíthat a kormány támogatására az úthálózat fejlesztésében. A forgalom, a mobilitásnak a javítása, az infrastruktúrális fejlesztések és beruházások a gazdaságot és a társadalmi életet is nyilván előre tudják mozdítani, de talán még fontosabb az, hogy baleset megelőzés és közlekedés biztonságból különösen fontos szerepet töltenek be az ilyen biztonságosabb csomópontok. Ez ugye augusztusban átadandó körforgalom, ez teljes egészében hazai forrásból tudott megvalósulni, és most a mostani átadás, a második körforgalom, az pedig az úgynevezett TOP keretből megvalósult, valamivel több mint 1 milliárd 158 millió forintos keretből tudott elkészülni, és ahogy mondhattam a köszöntőmben is, az Építési és Beruházási Minisztérium azzal bízta meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t, hogy a jövőben is készítse elő azokat a fejlesztési terveket, amelyek a település és a térség szempontjából is fontosak lesznek. A beruházás keretében nem csak az érintett kereszteződés újult meg, megvalósult annak a szakasznak és vasúti átkelőnek a felújítása is, amely részen 7 sínpár keresztezi a közutat, emellett a Seregély utca is új burkolatot kapott több mint 900 méter hosszúságban.